Így van, most ami a legfontosabb. Balesetveszélyes volt már a csantavéri páduai Szent Antal római katolikus templom bejárati lépcsője, ezért szükséges most a felújítása. A tetőszerkezet sincs jó állapotban, de az elmúlt hónapokban a bádoglemezeknek csak egy részét tudták kicserélni. Az esővíz csatorna elhelyezése is folyamatban van. Már ráfért a felújítás, mert nem volt így szép, de szerintem sokkal szebb lesz, mint volt. Vigyázni kellett, hogy lépjünk le, nehogy lebukjunk. Nagyon régi volt már, és akkor már így omlott szét, voltak helyek, ahol már nagyon jött le a kőzet, meg minden. Minden javítás jó, hogy akármit javítanak, nem hogy a templomot, akármit érti. A mesterek most a lépcsőkön dolgoznak. A tervek szerint már áprilisban elkészülnek a bejárati résszel. A jelenlegi felújítás azonban csak a kezdő lépés. A templomon további javítások szükségesek. A csantavéri római katolikus templomot 1929-ben építették. Az idő vasfoga nem csak a tetőszerkezetet és a bejárati lépcsőt kezdte ki, a beltéri vakolat is hullik. Ha esik az eső, a templom beázik. Az ablakokon 5-10 centis rés van, és ott a szószoros értelmében beesik az eső, befolyik a víz. Lehet látni az ablakok alatt, hogy a vakolat teljesen megkezdett levedleni, levállani. A jelenlegi felújítást magyarországi pályázati forrásokból valósítják meg. A beruházást az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. A csantavéri katolikus templom teljes felújítása azonban hosszú évekbe telhet. A pénz ugyanis egyelőre nem áll rendelkezésre.